A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara először még 2016-ban kezdeményezte, hogy módosítsák azt a törvényt, ami az illegálisan kialakított kutak bírságmentes engedélyeztetésére vonatkozott. Az erre vonatkozó határidő eddig 2020 év vége volt, azonban még mindig rengetegen nem tudták ezt a folyamatot lebonyolítani, így a magyar kormány nemrégiben 3 évvel kitolta a határidőt. Ennek legfőbb oka, hogy miközben egy 100 méteres kút megfúrása alig pár óra alatt kivitelezhető, addig ennek 2 lépcsős engedélyezési folyamata sokkal hosszabb és sokkal költségesebb folyamat. Ez az idő, ami rendelkezésre állt, úgy tűnik, hogy kevés a gazdálkodóknak ahhoz, hogy az adminisztrációs részét elvégezik ennek, illetve még egyenlőre nem is mutatnak nagy hajlandóságot ebben a nyilvántartásba vételhez azért, mert túlköltségesnek találják azokat a szakhatósági engedélyeket, amiket be kell szerezni. A kormány nagy lépéseket, nagy erőfeszítéseket tett ennek a könnyebbségért, de még mindig olyan összegben van ez meghatározva, hogy nem sikerült ezt a nyilvántartást elvégeztetni. Mivel a víz kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyon, a vízkészlettel történő felelős gazdálkodásért az állam felel. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azért is javasolta a határidő módosítását, mert a vízkészlet véges erőforrás, helytelen felhasználása pedig az egyre kevesebb csapadékkal együtt jelentős gondokat okozhat az elkövetkező időkben. Első lépésként elég lenne azt a nyilvántartási kötelezettséget bevezetni, és én még talán azt is megkockáztatom, ami nem járna eljárási költsége, hogy teremtődne meg már azt, hogy tudnánk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 1000 ilyen illegális kut van, vagy 10 000 is lehet, vagy csak 100 van, mert még megsatszolni se tudja senki. Én úgy gondolom, hogy akik zöldségnövényeket termelnek, azok mind öntözött területen zajlanak, mert olyan drága vető magára, hogy már nem kockáztatja meg senki, hogy jön eső, vagy nem jön eső. Rácz Imre hangsúlyozta, a kamarának arról hivatalos nyilvántartása van, hogy mekkora öntözéses területtel rendelkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az engedély nélküli kúttal öntözött területekről azonban csak hozzávetőleges adatok vannak. Az elnök hozzátette, az engedélyeztetés azért is érdeke lehet a gazdáknak, mert Európai Uniós pályázat csak legális, bejegyzett öntözőrendszer fejlesztésére nyújtható be.